Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Erős várom Istenünk, szeretettel köszöntöm a gyülekezetet a mai istentiszteleten, a mai vasárnapon. A jó pásztor dicsérete és hangsúlyozása kötődik ez a mai vasárnaphoz. Így olvasom az útmutatóból mostanra kiírt igét János evangéliumából. Ezt mondja az Úr Jézus: én vagyok a jó pásztor, az én juhaim hallgatnak hangomra, és én ismerem őket, ők pedig követnek engem. Én örök életet adok nekik. A jó pásztor vasárnapját azért könnyű megélnünk, vagy megértenünk, mert tényleg olyanok vagyunk mi emberek, amilyen az a nyáj, aki a pásztor nélkül, a vezető erő nélkül és az irányítás nélkül szépen lelegeli majd a maga előtt lévő fűcsomót, erre fogok majd utalni az igehirdetésben is, de nem fog célba érni. Állandóan veszélyes helyekre fog megérkezni. Az Úr Jézus nem azért halt meg értünk, hogy állandóan életveszélyes helyzetekbe kerüljünk, örök életet elvesztés veszélyének a helyzeteibe, hanem bizonyosság és erő legyen abban. Így készüljünk erre a mai istentiszteletre is, így készüljünk az ige szolgálatra is, és kérjük az Isten szent lelkét és áldását arra az igére, hogy ne emberi hang szólaljon meg, hanem a jó pásztornak a hangja, az Úr Jézusnak a hangja. Egyúttal azt is szeretettel hirdetem a testvéreknek, és ez a gyerekekre vonatkozik, hogy mivel az imatermi épületben, a gyülekezeti házban minden csoportnak most már kialakításra került a hely, ezért azt kérjük majd a gyerekektől, hogy amikor kimennek a templomból, akkor már ne ide az a csoport, aki az irodában szokott lenni, ők is menjenek le nyugodtan a gyülekezeti házba, és ott meg lesz nekik az a terem, Júlia néni majd vezeti őket, ahol a gyerek istentiszteleti alkalmukat meg tudják tartani. Hálát adunk ezért az előrelépésért is. Így készüljünk mai istentiszteletünkre, és hallgassuk meg a Zsoltárt. Az Úr kegyelme betölti a földet, igéjével alkotta a mennyet. Újjongjatok az Úrban, ti igazak, énekeljetek neki új éneket, mert az Úr igéje igaz, és csupa hűség minden cselekvése. Krisztus meghalt mindenkiért, hogy akik élnek, ezután ne maguknak éljenek, hanem annak, aki értük meghalt és feltámadt. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra és valljuk meg bűneinket. Istenem, te értesz engem, érted a gondolataimat, mielőtt még bűnvallásra nyitnám a szám, mielőtt még összeszedném bátorságomat, hogy megszólaljak előtted. Értesz engem, hát nem is bizakodom semmi másban, mint a te bűnbocsátó kegyelmedben, irgalmasságodban. Reád bízom magamat, cselekedj velem irgalmat szerint, az Úr Jézus Krisztusért. Ámen. Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Isten,
csendesedjünk el Isten színe előtt, imádkozzunk. Mindenható örök Isten, egyszülött fiadat megaláztad, és felemelted az elesett emberiséggel. Engedd, hogy híveid állandóan örvendezzenek abban a reménységben, hogy akiket megmentettél az örök haláltól, azok részesüljenek az örök élet örömében. Az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szent Lélekkel él és uralkodik. Örökkön örökké. Ámen. Hallgassa meg a keresztény gyülekezet hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint azt egyházunk a mai vasárnapra, húsvét ünnepe utáni második vasárnapra, oltár előtti felolvasásra kijelölte, és megírva találjuk János evangéliumának 10. fejezetében, a 11. verstől kezdődően a következő képpen. János evangélium a 10. fejezet, 11. verstől így hangzik az ige. Ezt mondja az Úr Jézus. Én vagyok a jó pásztor. A jó pásztor életét adja a juhokért. Aki béres és nem pásztor, akinek a juhok nem tulajdonai, látja a farkast jönni, elhagyja a juhokat és elfut. A farkas pedig elragadja és elszéleszti őket. A béres azért fut el, mert csak béres, és nem törődik a juhokkal. Én vagyok a jó pásztor. Én ismerem az enyéimet, és az enyéim ismernek engem. Ahogyan az atya ismer engem, én is úgy ismerem az atyát, és én életemet adom a juhokért. Más juhaim is vannak nekem, amelyek nem ebből az akolból valók. Azokat is vezetnem kell, és hallgatni is fognak a hangomra. És akkor lesz egy nyáj, egy pásztor. Boldogok, akik hallgatják és meg is tartják Istennek beszédét. Magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alá szállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe. Ott ül a mindenható Atya Isten jobbján. Onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szent Lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Thank you.
Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, s a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Ámen. Hallgassuk meg hittel és figyelemmel Istenünk igéjét, úgy, amint megírva találjuk Jeremiás próféta könyvének 3. fejezetében, a 15. verstől a következőképpen. Ezt olvassuk Jeremiás próféta könyvében. Adok majd nektek szívem szerint való pásztorokat, akik hozzáértéssel és okosan legeltetnek benneteket. És majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Abban az időben, így szól az Úr, nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik, és nem készítik el újból. Abban az időben Jeruzsálemet nevezik az Úr trónjának. Minden nemzet Jeruzsálemben gyűlik össze, hogy tisztelje az Úr nevét, és nem élnek többé gonosz szívük gonoszsága szerint. Urunk, szentelj meg minket igazságoddal, a Te igéd igazság. Szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel, ki segít, szívem csendben az Úrra figyel. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban, amikor ezt az igét olvassuk, akkor azonnal helyesen eszünkbe jutnak ennek az igének a fő kijelentései, hogy majd jön egy pásztor, egy olyan igazi, és nyilván mindenki érti, hogy nem a mindenkori lelki pásztorokról szól ez, egyszerűen szerénységünk tiltja ezt így gondolni, meg az őszinte és tiszta látásunk is, de az Úr Jézusról igenis beszél. Annak ellenére, hogy többen számban beszél erről is lehet majd egy pár szót ejteni. De fontos üzenete ennek az igének, amin meg is ütközünk egy picit, és a világ is megütközik rajta, hogy azt a bizonyos szövetség ládát, a Frigy ládát már nem fogják keresni, nem is beszélnek róla, nem építik újjá, eszükbe sem jut. Egy olyan korszak jön, amikor az, ami mindennek a közepe volt Izrael népe számára, és a világ számára is egy fontos, mondjuk történelmi tárgy, nem ez lesz a fontos. Hogy hogyan és mint arra majd utalunk még az igében. Jeruzsálem lesz a központ, és nyilván mi újszövetség népe ezt egyértelműen értjük, hogy igen, ott olyan dolog történik majd meg Jeruzsálemben, ami tényleg rendezi az ügyeket. Ott Jeruzsálem mellett, azon a Golgota hegyén nem akármi fog történni. Jeruzsálemben nem akárki fog a halál után megjelenni. De előzetes bejelentésként hadd tegyek valami egészen mást ide most a magunk elé az asztalra. Tévedésben vagyunk. És erre a tévedésre az oltár előtt felolvasott, a köszöntésben felolvasott heti igében külön is utaltam. Aki meg tudja mondani, hogy mi volt ez a bizonyos utalás, az borzasztóan gazdag lesz, de hogy ne kelljen sokáig várni, inkább elárulom. Azt próbáltam aláhúzni, hogy életveszélyben vagyunk. Sok mindenre mondjuk legalábbis az, hogy életveszélyes, mert ha kipróbáljuk, akkor bármikor megtörténhet. Ha belemegyünk ebbe vagy abba az utcába, akkor bármikor megtörténhet, hogy az életünkkel játszunk, hogy elveszítjük az életünket. Vagyis tévedésben vagyunk, mert ez nem életveszély, hát ez halálveszély. Az életveszélyt a sátán érzi. Az Úr Jézus a sátán számára életveszélyes, mert ha valakit az Úr Jézus pásztorol, mint jó pásztor, akkor gyanús a dolog, hogy még a végén örök életre fog jutni. Ez életveszély az ördög számára. Hadd legyen ez itt előttünk mindenféle összefüggés nélkül, abban a reményben, hogy aztán menet közben majd visszatalálunk erre a gondolatra. És hadd ugorjunk még egyet, itt megtornáztatva így reggel vagy délelőtt az agyunkat, az odafigyelésünket, az előzményről, ennek a jeremiási néhány mondatnak az előzményéről hadd szóljak. Amikor panaszkodik az Isten. Úgy panaszkodik, amikor az ember kezd kijönni a sodrából, és amikor már annyi minden, bocsánat a kifejezését, annyi minden hamis dolgot, disznóságot hallott, hogy most már aztán az asztalra csap, és azt mondja, na hát az álljon meg a menet.
Istennek panasza van a ketté szakadt országról, ez először is, bocsánat a szóhasználatért, de az ige erre vezet, és majd érteni fogjuk. Azt mondja az Isten, hogy először Izrael népe lépett félre. Ő így mondja, paráználkodott. Más isteneket, más szövetségeseket keresett magának, és elindult. Végig gondolta logikusan a helyzetet, a babiloni fenyegetést, és kitalálta, hogy majd akkor Egyiptom segítségét kérjük. Itt van egy társadalmi probléma, egy háborús helyzet, valaki kell, hogy megsegítsen bennünket, vajon ki lehet az? Egyiptom. Babilonnal szemben. És közben nem hajlandó tudomásul venni, Jeremiást ezért üldözik, mert ő hirdeti az Istennek a beszédét, Babilont én küldöm, azt mondja az Isten. Azért küldöm, mert úgy gondoltam, hogy így próbálok meg benneteket ráncba szedni, ezért engedjetek nekem, ne Egyiptom, ne mindenféle egyéb szövetségesek, engedjetek nekem, én az Isten hozom most így az eseményeket, hajtsatok fejet a pogány Babilon előtt. Aztán Júda is, a júdai országrész is felbátorodik, és ők is mennek mindenféle hegyekre, völgyekre, így mondja az ige az előzményekben néhány verssel korábban, hogy nézettek körül, hát nem volt olyan hegy, és nem volt olyan kőszikla, ahol ne paráználkodtatok volna. Erre szeretnénk majd visszautalni, erre a hatodik parancsolatra, ezt tartsuk egy kicsit az eszünkben. De közben folyik a rítus. Az alaphelyzet, amiből kiindul ez az ige, hogy miközben ez történik, miközben az Isten szinte kijön a sodrából, közben folyik a rítus. Mennek az áldozatbemutatások, és megy a népnek a panasza, hogy Urunk, meddig tart még a haragod? Miért fordultál el tőlünk? Hát így kell ezt csinálni. És akkor kifakad az Isten. Mindenféle pogány népekhez szaladtál, és kerested a szövetséget, politikai ügyé degradáltad az életet, amit az élet Istenétől kaptál. Egy pogány világban, a pogány világ pogányaival akartad, vagy pogányságával akartad helyrehozni a megingott életet. Ahelyett, hogy az élet urát kérted volna, hogy hozza rendbe a megingott életet. És keményen fogalmaz, bocsánat, újra mondom, mert az ige ezt hozza elő, félreléptél fűvel, fával, nincs olyan magaslat, ahol ne törted volna meg a velem kötött szövetséget. Kedves testvérek, a hatodik parancsolat, lehet, hogy erre már utaltam, de ez most nagyon idevág. A hatodik parancsolat, ne paráználkodj. Ezt a szót használja Jeremiás is, amit a házasságtörésre alkalmazunk, de itt kötöttünk egy szövetséget, van egy rend. Van egy rend, amit megtört Izrael népe. Na de hát ez megtörténik. Hát néha vannak ilyen félre csúszások a világban, nem? Hát az ember nem tökéletes, ezt szoktuk hangoztatni. Hát Izrael népe sem tökéletes. Miért van ennyire felháborodva az Isten? Miért probléma az, hogy most egy ilyen világi helyzetben, hogy jön a babiloni király, akkor Egyiptomtól kérünk segítséget, hát ha ő majd jó szövetségesünk lesz. Miért erőszakoskodik és követelőzik az Isten? Két dolgot szeretnék csak aláhúzni. Nagyon hétköznapi, általunk is jól érthető képekkel. Azt mondja az Isten tulajdonképpen, hogy hát házasságot kötöttünk, nem? Olyan szövetséget kötöttünk, mint férj és feleség. Hányszor szól erről rengeteg ige Zsoltár, hogy a mennyasszony várja az ő jegyesének az érkezését. Házasságot kötöttünk. Hát ez nem ilyen dolog, hogy csak fel lehet rúgni. Még az ember világában is azért az egy húzós dolog, de hát, még amikor az Istennel. Fontos, amit az Isten, nem véletlenül hangzik el minden esküvőn, amit Isten egybe szerkesztett, ember azt el ne válassza. Amire az Isten azt mondta, hogy legyen élet, arra nem mondja azt az ember, hogy van jobb ötletem. Csinálok mást, keresek más utat. Az életnél nincs jobb ötlet. Ha pedig azt mondja az ember, hogy nem kell, akkor abból nem lesz élet. És ebből fakad a második gondolat. Azt mondja az Isten, hát ha megtöröd ezt a szövetséget, ami házasságunkat, te jársz rosszul, nem én. Te vesztesz rajta. Az Isten éppen ezért nem követelőzik, amikor előveszi, kicsit megszorongatja Izrael népét, hanem küzd. Küzd a szeretteiért. Amikor az Isten ránk nehezíti a bűneink terhét, bőti időben különösképpen szoktunk erről beszélni, akkor nem ellenség, hanem küzd értünk a szeretteiért.
Amikor a nyáj mellé pásztort raknak, az nem azért van, hogy a bárányok személyi szabadságát korlátozó személy legyen ott, hanem legyen ott valaki, aki küzd értük. Mert a bárány nem fog tudni. A bárány máshogyan gondolkozik. A bárány mellé pásztor kell, mert itt legelészve ebben a világban az a bárány a földi életével játszik, úgy tűnik. De nem a földi életével játszik, hanem az örökkévaló életével játszik. Miközben járjuk az életünket, miközben igyekszünk belehelyezkedni ennek a világnak minden jó vagy kevésbé jó rendjébe, miközben próbáljuk értelmezni azt, ami a világban éppen most történik, miközben véleményt alkotunk, miközben felháborodunk, miközben bántunk, vagy bántást szenvedünk el, közben egy olyan úton járunk, amikor olyanok vagyunk, mint a bárányok, akik nem is tudják, hogy az örök életükkel játszanak. Azt szoktuk gondolni, hogy, bocsánat, lesz mai igehirdetésben egy-két ostoba kép, de hát ha segít az ige megértésében. Azt szoktuk gondolni, vagy könnyen jön az a gondolat, hogy az okos emberek azok ugye szemüvegesek. Hát személyes tapasztalatban tudom mondani, hogy ez nem mindig igaz. Igazolhatom ezt, de a bárányok szemüvegesek. A bárányok úgy gondolják, hogy ők tudják jobban, mint bárki más. Minek kell annak a puli kutyának odaugatni? Én tudom, hogy arra akarok menni. Ott van egy nagyon kellemes fűcsomó, én azt akarom lelegni. És megy arra. Nem érdekli, nem gondolkodik. És a pásztor nem ülhet le mellé, hogy ide figyelj barátom, beszéljük meg matematikai alapon, biológiai alapon, vagy bármilyen, számoljuk ki. Nem lehet a bárányon megbeszélni, mert ő megy. Mind a mellett kiváló fűnyíró, ahol a nyáj megjelenik, ott akkor kőkövön, vagy hát fűfűvön ugye nem marad. Rövidlátó módon csak az előtte lévő következő fűcsomót látja. Izrael népe rövidlátó módon csak a következő fűcsomót látja. Meg kell szabadulni Babilontól. Hogyan? Logikusan. Keresünk egy szövetségest. De hát már van. Nem lehet neki megmagyarázni. Rájuk vigyázni kell. Az első fontos üzenet ebből az, vagy lehet, hogy már sokadik, de egy nagyon fontos üzenet, hogy elénk áll az Úr Jézus, és azt mondja, hogy én azért vagyok itt, mert hátok vigyázni kell. Az emberi büszkeség megakadályoz bennünket, hogy ezt mi elismerjük, de azért ő odalép. Ha a bárányok tudnának beszélni, de tudjuk, hogy a bárányok hallgatnak, de hogyha a bárányok tudnának beszélni, akkor elmondanák, hogy nem kell nekünk pásztor, hát van falka szellem, vagy nyáj szellem, majd valaki megy előre biztos a tömegből. Valaki raggathat egy kolompot, akkor már megyünk utána. Biztos ismerős az a kép, amikor egy nyájat mindig áttereltek egy mezőn, aminek kerítés volt keresztbe, és csak egy ajtó van, és az ajtón lehetett átterelni őket. És mindig átterelték arra, és megtudták, hogy erre kell menni, gondolkodás nélkül már rutinból tudtak átmenni azon a kis kapun. Aztán gondoltak egyet, a kaput meghagyták, de a kerítést lebontották. Most nem arról a kerítésről van szó nyilván, és a bárányok akkor is a kapun mennek át. Mert azt szokták meg. Mert a nyáj szellem erre viszi őket. Az Úr Jézus odáll és azt mondja ma nekünk, hogy lehet, hogy te nem vagy ebben biztos, de én tudom, hogy kell az a pásztor, aki odafigyel, aki magasabb, mint te, aki messzebbre lát, aki előbb látja a szakadékot, mint te, és még időben elkezd terelni. És ha elkezd terelni, akkor azt jól teszi. Ha elkezd terelni, akkor is, ha te más irányba akarsz menni, akkor is érdemes őt követni. Amikor azt mondja, adok melléjük szívem szerinti pásztorokat, akkor olyat, aki vigyáz rád, aki szem előtt tudja tartani, hogy ez a bárány az Úré és drága az Úr szemében. Nem jó, ha az a bárány akármibe beleeszik és beleesik. Nem jó, ha vezetés nélkül van. Bocsánat, egy nagyon triviális példát fogok mondani. Tegye fel a kezed, aki ismeri Besenyő Pista bácsit. Bátran, igen. Akik ismerjük, tudjuk, hogy nem egy valós szeméről van szó, de egy szigorúan agycsökkentett idióta ez a bácsi, akinek megvan a meggyőződése arról, hogy ő hozzá tud szólni mindenhez, ami a világban történik. Akik nem ismerik Besenyő Pista bácsit, egy kitalált személy, és egyszer ez a Besenyő Pista bácsi arról kezdett gondolkodni, hogy vannak a világban olyan dolgok, amiket ő már nem hisz el. Például a kőolaj finomító. Mert hogy az nem fog sikerülni.
Hát el tudjuk képzelni, hogy megy a szomorúan a kőolaj a csövekben, és akkor finomodik, de ami a végén kijön, az még mindig nem nagyon finom. Nem fog nekik sikerülni. Ha a bárány a maga útján megy, akkor olyan helyzetbe fog kerülni, mint a Bessenyő Pista bácsi, hogy nem fog sikerülni. A lényeg nem fog sikerülni. Mellékes egy másik dolog. Szokták azt mondani, nem biztos, hogy ez még mindig érvényben lévő, de néha halljuk ezt a véleményt, hogy a gyermekeinket felnőttként kell kezelnünk, és ez többek között azt is jelenti, hogy engednünk kell, hogy kipróbálják a határaikat. Engedjünk, hogy kipróbáljanak dolgokat, hogy tapasztalja meg, hogy mi hogyan van, mert a tapasztalat az mindig többet, vagy jobban megragad, jobban benne marad azokban a gyerekekben. Hagyni kell nekik ezt a szabadságot. De vannak dolgok, amikről eleve tudjuk, hogy nem jó, hogy nem fog sikerülni, akkor oda nem kell beengedni, nyilván, logikusan. A kábítószerről tudjuk, hogy nem jó, akkor nem mondjuk azt, hogy próbáld ki, aztán meglátod. Nyilván. Villamos elé ugrani, tudjuk, hogy nem jó, tehát ne próbáld ki. Nyilván ezek bagatell és ostoba dolgok. Ha valami életveszélyes, ha valami nem jó, és akkor sem, az akkor sem lesz jó, ha ő próbálhatja ki a saját bőrén. Az Úr helyett valami más pásztort követni, azt tudjuk, hogy nem jó. Amióta az ember értelemmel gondolkodik és jegyzi a történelmét, minden történelmi eseményünk arról beszél, hogy az ember a saját útján mindig eljut egy olyan helyzetbe, ami neki nem jó. Ami valakinek nem jó. Az Úr helyett bármi mást isteníteni. Az Úrral való konfliktusban, ami ebben a helyzetben Jeruzsálem népével kapcsolatosan előttünk van, az Úrral való konfliktusban mástól várni a szövetséget, magától az Úrtól, az nem lesz élet, nem fog nekik sikerülni. Márpedig mi arra lettünk teremtve, hogy sikerüljön. Arra lettünk elhívva, hogy sikerüljön. A teremtés történet ezt mondja, hogy sikerüljön. A bűnesetben ezért enged egy kiskaput az Isten, és vezeti tovább az embert, hogy sikerüljön. Az a nagy terv, az élet. Az Úr Jézus azért jelenik meg, és hal meg, hogy sikerüljön. Azért támad fel, hogy sikerüljön. Azért mutatja meg hatalmát, hogy az mennyei hatalom, és mennybe érkezik, hogy sikerüljön. Azért küldi el a Szent Lelket, hogy sikerüljön. Máshogy vagyunk sikerorientáltak, mint ahogyan lehetnénk. A pásztor azért kell a nyáj mellé, mert sikerorientált gazdálkodás folyik az Istennél. És ennek a célpontja az áldottja én vagyok. Az első parancs, a 10 parancsolatban nem véletlen, ne legyen más Istened, mert nem fog menni máshogyan. És ez nem tiltás, ez nem keménykedés az Isten részéről, ez nem az Isten önérzetességének a kifejezése, hanem azt mondja, hogy gyere velem, mert én garanciát vállalok te rád. Tehát nem jó, ha vezetés nélkül vagyok, és az Úrnak a vezetése az nem is egyszerűen azért kell, mert a bűn óta már nem mennek jól a dolgok, bár ez is nyilván valamilyen szinten igaz. A teremtésnek a lényege az, a kezdetnek a lényege az, hogy egy asztalnál lenni az Istennel. Apró jelenet a bűnesetkor, amikor az Isten jár, sétál az Isten a kertben, így fogalmazza meg. Ez egy nagyon emberi dolog. Mert ez volt a helyzet, ez volt az Istennek a szíve vágya, hogy legyen egy ilyen ember, hogy teremtsünk egy olyan világot, ahol velem vannak. Vele egy közösségben, vele járásban. Kifakad az Úr a nép paráznaságán. Nem akartok velem járni? Nem jó a velem kötött házassági szövetség? Kifakad az Úr a nép hitehagyásán, aztán olyannyira kifakad, hogy elragadtatja magát. Volt egy lelkész, aki be kellett költöznie egy nagyon régi romos parókiára, és valahogy nem sikerült rendbe tenni, és akkor ultimátumot adott a gyülekezetnek. Testvérek, vagy felújítjátok ezt a parókiát, vagy beköltözök így, ahogy van. És az ez lett a vége. Az Isten is adott egy ilyen ultimátumot. Ide figyeljetek, vagy észhez tértek, és normális irányba kanyarodtok, vagy jövök, és én vezetlek benneteket normális irányba. És vállalok értetek mindent. Azért, mert kegyelmes az Isten. A mai vasárnapnak a latin elnevezése Misericordia Domini, az Úr kegyelmessége. Nem lehet, tudja az Isten, mi nem, de az Isten tudja. Nem lehet az embertől elvárni, hogy javuljon meg.
Fáj a hasam, hát ne fájjon a hasad. Nem lehet ilyet csinálni. Nem működik. Fáj a szívem, ne fájjon a szíved. Nem megy. Félek, ne félj. Nem tudom teljesíteni. Nem megy magától. Azért van a pásztor, hogy a bárányok tulajdonosának elvárásait azt valósággá tegye. Máshogyan fogalmazom, nem azért van a pásztor, hogy a bárányok tulajdonosának az elvárásait kikényszerítse, hanem hogy vezesse őket, hogy nevelje őket, hogy vigyázzon rájuk, hogy virrasszon mellettük, hogy magasabban legyen, mint ők, és ráálláson az útra, hogy megóvja őket a mérgező fűcsomoktól, a szakadékoktól, mocsaraktól, hogy szeresse őket. Az a jó pásztor mindig szem előtt tartja, egy jó pásztor mindig szem előtt tartja a tulajdonos érdekeit és szándékait, és a legvégsőkig elmegy. És elérkezett a legvégsőkig, akkor tesz még egy lépést. A tulajdonos pedig azt szeretné, hogy minden egyes báránya hazaérjen. Minden egyes báránya élettel megelégedett legyen. Ezt így fogalmazza meg, és majd megsokasodtok és elszaporodtok az országban. Élet. Egészen egyszerűen. És hadd fejezem be így az igét. A régi módon ez nem fog menni. Az elején utaltam erre. Így szól az Úr, abban az időben nem beszélnek többé az Úr szövetség ládájáról. Senkinek sem jut eszébe, nem is emlegetik, nem keresik, és nem készítik el újból. És nem azért, mert feledékenyek, hanem van egy működőképes. Kedves testvérek, az Úr szövetség ládájában ugye ott van a törvény, az Istennel való házassági szerződés, ha úgy tetszik, ami tökéletes, mert nincsen hiba. Csak a szerződés mindig két fél között zajlik. És az egyik fél alkalmatlan volt a szerződés betöltésére. Sőt, az Isten úgy adta azt a szerződést ezzel az egyértelmű szándékkal, hogy meg fogod tudni a szerződés szövegéből, hogy nem vagy alkalmas a szerződés betartására, ezért valami más kell, hogy megtartson téged, és ezt vágyom én az Isten, hogy ezt megértsd. Szeretlek téged, és az én szeretetem tart meg. Nem az, ahogyan te szeretsz engem. Nem azért leszel szorosan hozzám kötve, mert te szeretsz engem, hanem mert én mindenek felett való módon szeretlek téged. És amikor olyan bárány leszel, aki szemüveges, és az azt jelenti, hogy rosszul lát, másrészt pedig azt hiszi, hogy okos, és elindulsz olyan úton, ami neked nem lesz jó, ott leszek, és pásztorod leszek, és megőrizlek, és megtartalak. Úgy, ahogy én a pásztor, aki magasabban vagyok, mint te, aki rálátok az útra előtted, ahogy én gondolom, ahogy én tudom, hogy mi a helyes megoldás. És majd az én bárányaim, ugye olvastuk az oltár előtt igében, hallgatnak az én hangomra. Ismerős lesz a hang, és jönnek én utánam. Ámen, imádkozzunk. Hálát adunk, Úr Jézus, hogy szeretsz bennünket, hogy rád bízhatjuk életünket, hogy mellettünk vagy pásztorként, és nem azért, mert megkértünk erre, hanem mert eltökélted magadban. Azt mondod igédben, hogy konokság van az ember szívében, amit el kell hagynia. Megdöbbenve látjuk, hogy a te szívedben van konokság. Konok módon ragaszkodsz ígéretedhez, irántunk való szeretetedhez. Köszönjük, hogy így tekintesz ránk, és pásztorolsz bennünket. Amen. Kedves testvérek, elég sok hirdetni valónk van, de ezt igyekszem majd minél jobban összefoglalni, és igyekszem arra, hogy ez ne azt jelentse, hogy hadarok, hanem hogy valahogy mégiscsak átlátható módon tárjam a testvérek elé. Hadd számoljak be arról, hogy a tegnapi napon az Eke közösség csendes napjának adhattunk helyszínt itt a templomban.
Körülbelül 40 fő volt itt ezen az alkalmon, úrvacsorai istentisztelettel zártuk az alkalmunkat, az Eke közösség alkalmát. Isten áldása legyen az ige melletti elcsendesedés ilyen alkalmain is. Azt is szeretettel hirdetem, hogy ugyanezzel egy időben Pest Szent Imrén a kastélydombi Luther kápolna felszentelésének alkalma volt. Gáncs Péter leköszönő püspök szolgálatával lehetünk együtt ezen az istentiszteleti alkalmon. Két mondatban, a Pest Szent Imreiek nagyon régóta vágytak arra, hogy saját templomuk legyen. Azt hiszem, hogy 1930-ban kezdték el annak megtervezést, és csak a háború aztán keresztül húzta, aztán a későbbi dolgok, és aztán mégis csodálatos módon most már ott tart a helyzet, hogy elkészült a kastélydombi Luther kápolna, és használatba vehette a gyülekezet. Legyünk hálásak, egy szomszéd gyülekezet, egy másik közösség, de ahogyan Pál apostol is mindig örömmel ír, hogy hálát adok a hitetekért, hát akkor mi is adjunk hálát azért, hogy az Isten épít. Templomok épülnek. Ritka dolog ma a világban, hogy templomok épülnek. Isten pedig megadja. Ráadásul a mi egyházkerületünkben több templom is épül, örüljünk ennek. Szeretettel és együttérzéssel jelentem, hogy az elmúlt héten eltemettük Csepregálovics Lajosné Derzsi Irén testvérünket, akit 79 esztendős korában szólított el az élet és halál ura. Isten tiszteltünk végén külön is megemlékezünk az ő elköltözéséről, és imádságban hordozzuk a gyászolókat, hozzátartozóit. És azt is szeretettel és egyben együttérzéssel hirdetem, hogy ismét temetésre készülünk. Zsemle Ferenc testvérünket 83 esztendős korában szólította el az élő Isten. Ha Isten éltet bennünket, akkor az ő temetése április 20-án pénteken 4:12-kor lesz a Pesterzsébeti temetőben, tehát pénteken 4:12-kor hívogatunk erre a temetési istentiszteleti alkalomra, és kérjük az imádságot a gyászolókért. Hirdetem szeretettel a ma délután 4 órakor kezdődő soroksári istentiszteletet, Győr János Sámueléket helyettesítjük ezen a mai istentiszteleten. Kérjük a gyülekezet imádságát a délutáni istentiszteletre. Szeretettel hirdetem a megszokott heti alkalmainkat. Kedden este házi bibliaórát tartunk, amelynek részletei a hirdetőtáblán olvashatók. Szerdán 10 órakor fészek, édesanyagkör lesz a gyülekezeti házban, az erre külön kialakított teremben. Szerdán 6 órakor kóruspróba lesz, erre is hívogatjuk az érintetteket. Csütörtökön délelőtt 10 órakor felnőtt bibliaórát tartunk a gyülekezeti házban, este 6:30-kor pedig felnőtt hittan alkalmát szintén a gyülekezeti házban. Ahogy említettem, pénteken délelőtt lesz Zsemle Ferenc testvérünknek a temetése. Pénteken 5 órától konfirmandus órát, 6 órától ifjúsági, kisifjúsági, 7 órától ifjúsági órát tartunk. És ha Isten éltet bennünket, akkor jövő vasárnap 10 órakor tartunk Isten tiszteletet a megszokott rend szerint. Hirdetem azt is szeretettel, ugye adóbevallási idő van, és ilyenkor meg szoktuk említeni Rosetta alapítványunkat, a gyülekezet Rosetta alapítványát, gondoljunk erre. A hírlevélben volt egy szóróanyag a Rosetta alapítvány számára felajánlható 1% lehetőségéről, illetve az asztalon is találnak testvérek még erre vonatkozóan szóróanyagot. Biztatunk mindenkit, hogy akit indít az Isten lelke, az így az adakozásával segítse az alapítványnak a működését. Egyúttal azt is szeretettel hirdetem, hogy bár nagyon sokan megkapták már a korábbi istentiszteleteken a hírlevelet, az éppen aktuális hírlevelet, amit most még aktualizáltunk, a pünkösdi istentiszteleti rendek is benne vannak, és sokan már most az istentisztelet előtt is megkapták a névre szólóan, nekik szóló példányt, de aki nem kapta meg, kifele menet a iratterjesztési asztalnál megkeresheti a saját nevét, ami pedig megmarad, azt postán eljutatjuk mindenkihez, mindenkinek a szeretetébe ajánljuk ezt a kiadványunkat. Végül pedig azt hirdetem szeretettel, hogy egyházunk egy külön evangélikus élet külön számot indított és nyomtatott ki, amit külön a presbitereknek kell, hogy átadjunk, és ezt örömmel tesszük, ezért azt kérem a jelenlévő presbiter és tisztségviselő testvérektől, hogy maradjanak itt egy nagyon rövid időre, hogy ezt a külön nekik szóló evangélikus élet példányt, ami főleg ezzel a tisztújítással és az ezzel kapcsolatos szolgálatok értékelésével és ezzel kapcsolatos dolgokkal foglalkozik. Szeretettel ajánljuk ezt a testvéreknek a figyelmébe, tehát egy rövid időre maradjanak itt a testvérek, hogy ezt átadhassam majd. Istenünk áldása legyen életünkön és hirdetésünk minden pontján.
Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Ámen. Mindenható örök Isten, mennyei Atyánk, hálát adunk azért, mert minden bűnünk ellenére mennyei Atyánknak szólíthatunk téged, mert így álltál elénk, így mutatkoztál be előttünk, és ezt erősített bennünk azóta is. Köszönjük, Urunk, hogy szeretsz bennünket, hogy elküldted egyszülött fiadot, hogy őre való tekintettel örök élet ígérete a miénk. Köszönjük, Urunk, ezt, hogy a mai Isten tiszteletet is így hozhatjuk a Te színed elé. A Te igéd valósága, igazsága és szentsége súlya alatt meggörnyed az ember, de a Te szent lelkednek van hatalma arra, hogy az az ige az ne maradjon meg az ember markában, hanem eléren a szívekhez. Áld meg, Urunk, így az igét, amit elénk adtál. Békességedet kérjük. Békességedet kérjük különösképpen akkor, amikor elhunyt testvérre is gondolunk, Csepre Gálovics Lajosné testvérünkre, akit elhívtál, de különösképpen is gondolunk az ő gyászolóira. A halálnak a terhét, a gyásznak a terhét azok hordozzák, akik itt vannak. Téged kérünk, Urunk, hogy adj vigasztalást, gyógyulást a szívnek. Azoknak, akik kétkedésbe futnak, bizonytalankodnak, akik félnek. Hadd lássuk meg, Urunk, hogy Te nekünk nem a halált tervezted, hanem életet, örökkévalót. És hadd gyönyörködjünk ebben az ígéretben már ma. És minden gyász ellenére is hadd legyen így békességünk. De így hordozd egész gyülekezetünket, Urunk. Ismered a szíveinket. Tudod, hogy mi minden teher van a vállunkon, mi mindentől retten meg a szívünk. Tudod, hogy mennyire megvisel bennünket egy-egy gyengeség, betegség, fájdalom. Külön is imádkozunk most Ferenchalmi Győző testvérünkért. Erősítsd meg őt, az ő szervezetét, egészségét, és főleg lelkét, szívét. Nekünk pedig adj imádságos szívet, hogy őt is és egymást is hordozzuk, mert tudjuk, hogy nagy ereje van annak az imádságnak, ami hozzád érkezik. Urunk Istenünk, indíts bennünket testvér szeretetre, vendégszeretetre, bizalomra, bizonyságtételre. Imádkozunk azért, hogy gyülekezetünk legyen az a hely, ahol a Te lelked munkálkodik, és ahonnan az ige elindul újra és újra. És nem tér vissza üres kézzel. Áldj meg így bennünket, Urunk, és hallgass meg közös könyörgésünket, amikor mindent, ami a szívünkön van, eléd viszünk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Ámen. Mindezek után vegye a gyülekezet az Úristen áldását. Az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged.
Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet.